Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, szevasztok. Boldog szerdát. A legtöbb embernek ragyogó, csodálatos idő, fényes testek. Hát, amúgy igen. Ugye? Már korán reggel fényes testek vannak szerintem. Így van, amit el tudtok képzelni. Óriás kamionok, meleg, forróság, már korán reggel a strandon emberek, stb. Remélem, jól telik a nyár. Nektek is szaggat a július. Bízom benne én is. Olyan ide visszatérni, nem tudom, egy ilyen, mint hogyha egy hete nem lettem volna, úgy érzem. Mármint, ami az itek nem voltam? Ah, igen. De tök fura amúgy. Nem tudom miért, pedig csak értitek, egy napot nem voltam, de mint hogyha tényleg egy hete nem lettem volna itt. Én mindig szoktam mondani neked, hogy engem mennyire összezavar, mikor így... Amúgy kicsit összezavar. Tudod, így megbomlik a hét. Engem nagyon össze tud zavar. Pont emiatt, hogy így nem tudom belőni, tudod, hogy hol vagyok, vagy melyik héten, vagy stb. Furcsa. Ez van. De a rendszer szerető emberek esnek áldozatul ilyesminek általában. Igen, hát igen. Na, ez van. Hogy ne hiányoztatok volna, nem kérdés. Abszolút. Mert... ügyetekben járt el Budapesten, így ha ezt van. Lehet érteni. Ja, pontosan így van. Egyébként, ti ügyetekben járt, Jani, Budapesten megint, most elhihetitek, hogy csak úgy nem teszi ki magát annak. De fontos dolog volt. De fontos dolog volt, ami majd rólatok fog szólni, csak még egy későbbi dolog, egy nagyobb projekt most így a nyára nekünk, amit szeretnénk elkészíteni, hogy meg tudjátok nézni. Azzal kapcsolatban voltak fejlemények, illetve néhány dolog, amit meg kellett nézni. Uh-huh. Hasonlók. Sikerre jártam, igen. Mondjuk ez, így. Igen, ezt majd meglátjuk, ez a várostól függ. Attól is. Ami hát ugye... Attól is, igen. Nem tölt el túlságosan pozitív dolgokkal, de majd meglátjuk. Szívesen Naruto bármikor elintézem, legközelebb is. Micsoda? Hát írta, hogy köszi Jani, hogy elintézted, már kérni akarta egyébként, hogy ezt intézem már el ezt a dolgot. Jó, azt a dolgot, igen. Igen. Akkor jó. Akkor jó, akkor elintézted. Nagyon klassz. Nem voltam az Andrássy, nem mertem bemenni addig a városba. Uh-huh. Ez, hála az égnek, ez Budapest külterületén volt, ahol voltam, úgyhogy be se kellett menjek. Tök így jó. Így van. Kettő dolgot szeretnék itt most a Happy Hour elején még megemlíteni nagyon gyorsan, mert igenis meg kell, mert szerintem nagyon klassz dolog, hogyha ti is tudtok ezekről, és hogy nem minden az égvilágon csak a pénzről szól, és nem minden az égvilágon reklám, vagy hogy mondjam, hanem egész egyszerűen meg kell szokni azt, hogy az embernek tudni kell beszélni arról, amiről szeretne. És igenis vannak olyan emberek, akik pedig nagyon-nagyon kedvesen, meg rendesen meg tudják oldani ezeket a dolgokat. Nem tudom, emlékeztek rá, hogy az elmúlt Happy Hour-ökben szóba kerültek bizonyos dolgok, mondjuk az elmúlt fél évben került szóba néhány dolog, és csak arra gondoltam, hogy megemlítem nektek, hogy tudjatok róla, hogy mik szoktak történni olyankor, amikor mondjuk olyan termékről beszélünk, akiket olyanok menedzselnek, akiknek van egy kis humorérzékük, meg nagyon-nagyon jó arcok. Tegnap például így gyakorlatilag az éjszaka közepén kaptunk e-mailt a Cselestől, igen. Amit ugye ti osztottatok meg. Tegnap előtt pont arról beszéltünk. Igen, amit ti osztottatok meg velünk, hogy igen. Van ilyen felnőtt szörp, és kaptunk tőlük egy nagyon kedves e-mailt, hogy nem tudták, hogy mi volt az a nagy webshop látogatottság. Igen. És igen. Megköszönték, nagyon kedvesek voltak. Megköszönték, és leírták nekünk a tökéletes keverést ahhoz, igen. Hogy tényleg ne lehessen érezni az alkohol ízét. Így van, úgyhogy tényleg nagyon kedvesek, nagyon rendesek voltak. Ez mindegy, jól szokott esni az ilyesmi, nem azért, mert hát azért köszön meg, ne egyáltalán nem emiatt, hanem amiatt, hogy mi nem számítunk soha semmi ilyesmire, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó arcok. A másik meg, és úgy tényleg annak a teamnek is nagyon meg szeretnénk köszönni, mert nagyon-nagyon kedvesek, hogy egyszer beszéltünk, tudjátok arról, hogy a technológiákat hogyan adaptálják a terméknevekbe, uh-huh. És küldtétek nekünk egyből Discordon, hogy megjelent az Axe AI. Jaj, igen. Rögtünk is rajta, hogy megjelent az Axe AI, és hogy na, ugye mondtuk előre, hogy mi lesz, igen. Meg ilyenek, és kiderült, hogy onnan néznek minket a srácok, és amúgy nagyon rendesek vagytok, kaptunk tőlük levelet, meg minden, és néhány ilyen AI-os termék, mint a mellett, mindenki kapott ilyen csöcsös egérpadot. Ez csöcsös egérpad. Én ezt nem szoktam ilyeneket csinálni, de én ezt szerettem volna megköszönni, nagyon kedvesek köszönjük vagytok szépen, ti is. Amúgy. Nagyon aranyosak vagytok. Küldök nekünk Axe AI-t, hogy kipróbáljuk az AI-t. Igen, én már érzem. Amúgy. Hát én majd a HH után kipróbálom. Én csak azt akartam mondani nektek, hogy nem reklámról szólnak ezek a dolgok. Egész egyszerűen vannak, akik könnyeden veszik az ilyesmit, és tudunk úgy kommunikálni itt az éterbe, hogy ez normális keretek között tudjon működni. Volt már néhány ilyen egyébként, hogy őszinte legyek, mert volt olyan is, hogy a Milka küldött nekünk kóstoló csomagot, őket is megosztottuk, meg kedvesek voltak. Nyugi, ne izgatok, a Dyson még nem írt.
De amúgy azóta is várjuk, de nincs. De ők mindig csak azt a kurva légtisztítót akarják reklámozni. Komolyan, hogy ott itt a magyar Dyson mit csinál amúgy? Nincs kis humorérzékük, tehát hogy már én megcsáltam. Nem is kell, hogy legyen. Ők azokkal foglalkoznak, akiktől terméket vesznek. Igaz, amúgy lehet. Érted? Most érted, itt van két hülye gyerek, most hogy te mondod, hogy vegyenek az emberek Dysont, azok szerinted valaki megveszi. Hát amúgy lehet. Én biztos nem venném meg. Hagyjál már, láttam, mit csinált a Philips lyukkal. Az is nagyon jó. Nem, tehát az életérzés, amit te csinálsz, Jani, azzal azért még mindig a nagy százalék nem tud azonosulni. Lehet. Úgyhogy ezt mondom, hogy te mondod. Hát. Tudod, ilyen mobilral irányítja a kutyát is. Nem tudom. Dergévés nyakörv. Bizony. Nem, egyébként mindenki azt követeli tőlem, hogy egyszer, amikor nem voltál itt, Balázsra volt happy hour. Miért van az, hogy akkor követelik tőled? Nem, akkor mutattuk azt, hogy megjelentek a Gucci-nak az állatkiegészítői. És mindenki azt akarja, hogy vegyek Fahékának egy Gucci nyakörvet. De hát basztus, én mondtam, hogy na, vannak azért szintek. Úgyhogy mindenki arra vár, tehát hogy azt nem tudom egyszerűen überelni, és azóta sem vettem még meg. Kérlek, ne. Ugye, mondom én, ugye, nagyon sok lenne srác. Kérlek, ne vegyél Gucci nyakörvet, ugye? És mondom. Most nem győzöm ezt kihangsúlyozni, Jani. Viccesnek vicces lenne, aláírom. Nem győzöm hangsúlyozni. Ne azért ne vegyél, mert drága. Amúgy kurva jól néz ki. Engem nem érdekel, hogy mennyibe kerül. Az se érdekel, ha 10-szer annyiba kerül, mint amire gondolok. Akkor se vegyél a kutyának Gucci nyakörvet, oké? Okay? Ezt beszéltük pont. Pontosan ezt beszéltük akkor, hogy úgy se értékeli a kutya, miért veszel neki olyat? És akkor felmerültek itt kérdések a csetbe. Biztos, hogy nem értékeli? A kutya? Biztos. Szerintem is amúgy. Biztos, hogy nem értékeli. Igen. Na! Na jó. Mindegy. Lényegtelen? Mindegy. Lényegtelen. A lényeg, hogy nagyon köszönjük ezeknek a cégeknek. Igen, tényleg, igen, hogy van, akinek van humorérzéke, és nagyon köszi nektek is, mert igazából ezeket a termék példákat ti hozzátok itt fel nálunk. És úgy szeretném, hogyha tisztázódna, hogy nem minden reklám, ami egy műsorban elhangzik, nem minden szponzor, amivel az ember játszik, nem minden szponzor, ami az emberen van, mint ruha, nem fizetett támogatás, mert valaki egy másik youtuberről beszél. Nem így működnek a dolgok. Ja, persze. Egyszerűen... De hát remélem, hogy ez azért lassan kezd nyilvánvalóvá válni, bár így van. Nem biztos. Így amúgy. Van. Meg amúgy is a beszélgetős műsoroknál is, meg minden műsornál az ég egyet a világon úgyis megjelölt egy támogatott hirdetés. Muszáj. És ezt muszáj. Hány éve nem tudjuk már belenevelni az emberekbe? Mert más nem is akarja. Azt tudom. Hát nem tudom. De ez miért van? Mert a sok Conteo miatt van ez amúgy. Nem a Conteo miatt de az amiatt. Mert amiatt van, az meg egy csomó mindenki mindig próbálja tagadni, hogy szponzorálják. Az, hát én nem tudom, szerintem az már annyira nem divat. Megmondom őszintén, de most már mindenki így próbálja betartani a szabályokat. Hát az, hogy be kell tartsa a szabályokat, de kiolvassa a leírásokat, Jani. Hát, jó. Nekünk mindenhova ki van írva minden, ezt mégis folyton csak arról beszélnek. Igen. Be, hogy igen. Sajnos ez így van. Igen. Hát, sajnálom, amúgy. Igen. Ne is mondd. Én például néha úgy ülök, tudod, hogy ez kész. Tehát, hogy mit csinálok én? Amúgy. Igen. Úgy élem az életem, ami eléggé zárkózott, és relatíve egyszerűnek mondható. Uh-huh. Itt bent néha kibontok dolgokat, itt beszélek a reggeli műsorban veled, Balázsral, a közönséggel, Nagyitkán Danival, meg néha játszok. Uh-huh. Így videójátékokkal. Tegnap bejött valaki a chatbe délután, és azt mondta, hogy dögöljek meg. Ezt ide érted? Igen. És ilyenkor tudod, azon gondolkozom, hogy mit csinál? Tehát, hogy érted? Hát valamit csináltál akkor. Valami... Az, hogy nem tudom, hogy milyen korosztályú, mert éppen uh-huh. lehet olyan, hogy mondjuk az anyjával, vagy nem tudom, de nagyon durva, és de ezeken a dolgokon is túl kell lépni, ugyanúgy, mint azon, hogy ki mondja a dolgokat, meg ki konteózik az interneten, meg ilyenek. Uh-huh. Érted? Az interneten azt konteózik, aki akar. De lassan már minden fizetős lesz, úgyhogy a konteózás arról fog szólni, ahol eddig írták a konteókat. Egyre jobban vissza fog szorulni. Úgyhogy, na mindegy, ezek klassz dolgok, mert egyébként tök jó, hogy látod az internetet, hogy hogyan működik, meg minden. És tegnap is érintettük ezt a témát azért a reggeli műsorban, de én azt gondolom, hogy tényleg érdemes most már beszélni arról, hogy mi az a mindenki, meg mi az a tömeg. Uh-huh. Meg ki ez a mindenhol azt hallod, meg mit te, mert amúgy nem. Kevés ember. És ezt kell megérteni, hogy nagyon hangos tud lenni, nagyon-nagyon kis csoport, elenyésző az egész. Uh-huh. Uh-huh. Egyszerűen elenyésző az egész. Ezek mind olyan dolgok, amiket muszáj, mert nagyban is látszódnak. Persze. Nagyban is látszódnak, hogy milyen dolgok tudnak történni a világban,
és mennyire kevés ember csinálja valójában. Ez van. Sajnos ezen nem fogunk tudni így ebből a szempontból változtatni. Mindig lesznek ilyen dolgok, mindig lesz olyan, hogy akármennyire is átlátható próbál lenni az ember, és minden megbeszélni a közönséggel, lesz olyan, aki jobban tudja, lesz olyan, aki megmondja, hogy szerinte hogy van. Uh-huh. Úgyhogy mindenki tudja, szó szerint mindenki, hogy hogy van, de ő megmondja, hogy nem úgy van. Ez mindig, mindig lesz. Én hajlandó vagyok küzdeni ez ellen megállás nélkül egyszerűen annyival, hogy az ember mindig elmondja, hogy mi a helyzet vele, ha nem látják egész nap az emberek. Uh-huh. És így, szerintem így lehet igazából valahogy érvényesülni az interneten. Mert az a nagy igazság, hogy egy csomóan mondják, tudod, azt, hogy az emberek nem feltétlenül mondják azt, amit gondolnak, irányítják a gondolataikat, stb. Ide-oda-oda, és hogy nem őszinték az emberek az interneten, és hogy elhallgatják a dolgaikat, meg nem érintenek minden témakört, stb. Ezzel kapcsolatban mindig úgy álltam, hogy attól még, hogy próbálsz őszinte lenni, még nem kell mindenről beszélned. De én azt gondolom, hogy vannak olyan emberek az interneten, akiknek sikerült elérni egy olyan szintet, és itt most megjegyezném, hogy szerintem magyarként ezt nem lehet megcsinálni. Uh-huh. Talán meg lehet csinálni, de szerintem még senki nem tartott. Hogyha eléggé, tehát meg tudsz kreálni egy akkora birodalmat magadnak az interneten, akkor azt mondasz, amit akarsz. Ja. Akármit, amit nem lehet, amit tiltanak, amiért cancelölnek, azt tudsz mondani, amit akarsz. Nagyon kevés ilyen van a világban, hát, de működik. És azt lehet látni, hogy ezeket az embereket más oldalról próbálják támadni, csak valakit nem lehet. Uh-huh. És tulajdonképpen azt látjuk, hogy az manapság már hatalom. Amikor valakinek van egy olyan úgymond rezuméje az interneten, ami alapján akkorára nőtt, és hiába nézel vissza rá, nem tudsz mit mondani. Uh-huh. Itt most nem a mit mondtatok, mi az? VTuberekre gondolok, vagy nem tudom, az jó? Van igen. E? Nem ezekre gondolok, nem ezekre az emberekre. Akik azt mondanak, amit akarnak. Uh-huh. Néha csak viccből is, néha komolyan, és tud működni. Sajnos az internet soha nem lesz ilyen. A magyar YouTuberekre látom, hogy nagyon sokan mondják, hogy illetik őket azzal, hogy ilyen-olyan témákat nem érintenek szándékosan, uh-huh. vagy nem akarnak erről-arról beszélni. Ez mindig olyan lesz, hogy amíg azt érzed, hogy bajod lesz belőle, addig úgysem fogsz róla beszélni. Ja, biztos. Mert félted a dolgokat. Persze. Van, aki már nem ezen a szinten mozog, de nyilván ezek worldwide hát dolgok. Hát vagy nem ezen a szinten mozog, vagy borzasztó buta. Simán bevállalja. Hát de azok általában, akik buták, azok sokkal hamarabb csinálják ezt, és be is fürödnek vele. Hát valószínű. Egyébként. Valószínű. Tehát most mondjuk, mit tudom én, ilyen streamerek közül, vagy ilyen, tehát olyanok közül, akik inkább a mi világunkból jönnek, úgy mondom, uh-huh. hogy ilyen online celebek, vagy nem igen. tudom, mit mondjak, hát azok nem tudnak ilyet csinálni. Egyik sem. Uh-huh. Úgyis utánuk mennek, úgyis vége lesz mindennek, úgyis szakít velük egy-két platform, stb. Uh-huh. De látod, hogy mi van most Amerikában is. A platformok azok így gyakorlatilag szétmentek. Ja. Tehát most már úgy mozognak a dolgok, főleg politikában sajnos, hogy egyre nagyobb szarban van a YouTube. Most ugye ott tart az amerikai állam, hogy ugye több lábon áll ugye az amerikai állam direkt azért, hogy lehessen egymást ellenőrizni, uh-huh. És most konkrétan a kormánynak, a Fehérháznak úgy néz ki, hogy megtiltották a kommunikációt a Big Tech-kel. Az igen. Meg kiderült, hogy annyit tejeltek, mint a büdös kurva élet, hogy cenzúrázzák a kontentet. Aha. Na most ezzel mit lehet csinálni? Meg ki fogja úgymond felszabadítani az internetet ma megint? A Twitter? Hm. Vagy a Spotify? Mert ezen vannak. Egyébként, igen. hogy ez történjen, de azért meglepő, nem? Hogy úgy az elmúlt 3 hétben eltűntek videók a YouTube-ról például, 4 hétben. Most ugye a legutóbbi az a Rosenbáros podcast volt, ami egyébként tulajdonképpen egy szórakoztató tartalom, de most ez teljesen lényegtelen. És ugye erre fel csak összejött, hogy jó, most már tudjuk, mi van? Igen, azt tudom, hogy kakót találtak a Fehérházban. Ez lényegtelen, oda fújt a szél. Előfordul. Elő. Ugye Amerikában a 70-es évek óta a készpénzen is van. Mint ahogy tudjuk, úgyhogy ezzel nem lehet mit kezdeni. Nem lehet bizonyítani, honnan van.
véletlenül most ellenőrizték le, az a lényeg. Ez olyan, tudod, amikor egy problémát úgy akarnak megközelíteni az emberek, hogy azt mondják, hogy hát azért derült most ki, mert több az ellenőrzés. Uh-huh. Uh-huh. Ja, értem. Igen, igen. Igen. Igen, ez a YouTube ilyen szempontból tényleg eléggé megosztó lett, hogy nagyon sok tartalmat letöröl, meg nem vállal fel. Aztán itt megkérdőjelezték már azt, hogy mennyire szabad platform. A YouTube? Aha, hát igen. Nyilvánvalóan nem az kell legyen, csak azt kell megérteni, mert nem kell az legyen igazából. Na, nem. Tehát nem kell feltétlenül szabad platform legyen, egy YouTube például. Uh-huh. Mert ugye nyilvánvalóan az nem egy államilag fenntartott valami, nem egy közösségi megoldás. Persze. A YouTube, hanem vannak tulajdonosai, tehát azt így meg lehet oldani, hogy olyan szabályokat eszközöljenek rajta, amilyeneket ők mondanak. Uh-huh. A probléma ott van, hogy az adott platform milyen országban üzemel. Igen. Hiszen azt tudjuk, hogy az ASF is, és a működési feltételek is országonként változnak, akkor is, ha Facebookról van szó, akkor is, ha YouTube-ról van szó. És hát ugye Amerikában most az volt a breaking news ma hajnalban magyar idő szerint, hogy ugye a First Amendment-et sérti. Ja, ja, ja. Ez igen. A fajta hozzáállás, úgyhogy elmentek a picsába. És mert ugye ez volt a nagy kérdés, hogy hogy nem sérti ez. Pontosan, ugye? A szólásszabadságát, és hát megoldották. Ez van. A dolgokat. Én meglepődtem rajta, hogy őszinte legyek, és ez is mind azért van, mert vannak olyan arcok, akik kimerik nyitni a szájukat ezzel kapcsolatban, és el tudják nyomni azt a médiát, ami nem akar erről beszélni. Ezeket csak azért akartam elmondani nektek, mert nagyon-nagyon érdekes, hogy hogy alakul, és nagyon sok ember szerintem ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy hogy működik a világ, azért próbál kicsit olyan elnézően hozzáállni a dolgokhoz, meg inkább lesütni a szemét, meg ilyenek, mert kurva kényelmetlen ám belegondolni. Ja, nem? Persze. Tehát az, hogyha te így gondolkozol azon, hogy hogy folyik a világ szerinted, és kiderül mondjuk, tudod, így jönnek a konteósok. Ah, hülye. Nyilván. Én is azt mondom rá. Aztán tudod, így kiderül, hogy lehet, annyira nem is hülye. De hülye. Csak most már van több hülye. Aztán kiderül, hogy nem úgy van. Nem. Így tagadod azért, mert szerintem azért tagadja az ember az ilyeneket, mert kényelmetlen érzés. Nem biztonságos érzés. Hát persze, mert nem tudom. Volt egy elképzelésed a világról, és teljesen igen, más. Igen, és kicsit olyan, mintha levennék rólad így ezt a mentő mellényt, hogy legalább valaki tudja, hogy mi van, vagy tudod, vagy tudod, mikor így azt mondod, hogy olyan nem történt meg. És mikor azt megtudod, hogy de, akkor azért bizonytalannak érzed. Szerintem ez a baj ezzel, hogy nagyon sokan ezért nem látnak túl azon a bizonyos kerítésen. Biztosan így van. Mert nem működik és kész. Minden esetre érdekes jelenség. Az. Érdekes jelenség. Az. De hát a legtöbb országban nincsenek ilyen ilyen szabályozások, ugye állami szinten? Já, úgy, nincsenek. Úgyhogy itt nincs gond. Itt lehet pörgetni. Itt nem kell pörgetni. Igen. Ez a kognitív diszonancia? Meg lehet. Tehát valamilyen szinten az, amúgy. Az a baj, hogy szerintem az internet annyira durva, hogy annyira sok konteó van az interneten, ugye a legabszurdabbtól a leglájtosabbig, hogy az ember nem lát túl azon, hogy most mi az, amikor nem kanyarból a fasság, és mi az, ami lehet érdemes elgondolkozni. Biztosan. Mert lássuk be, sok ember azért áll úgy hozzá, tudod, még a validnak tűnő konteókhoz is, hogy azt akkor mi van? Őt nem érinti, leszarja. Igen. Ez van. Viszont szerintem vannak, hogy van egy csomó dolog, amiről érdemes tudni. Mert érdemes tudni, mert... Amúgy ez szokott lenni az általános reakció szerintem, mikor kiderül valamiről az igazság. Jó, hogy leszarod. Persze. Jó, persze, hogy le van szarod. Amikor nem akarsz vele foglalkozni, és így jó, akkor... Persze. Van. Lehet, hogy azt mondod, hogy heteken keresztül egy fasság az egész, tudod, nem úgy van, aztán kiderül, hogy úgy van, ja, jó, mindegy akkor. De ezért jó, ezért működik ez a dolog, mert csak addig izgalmas, amíg nem tudod. Igen, igen. Aztán megtudod, és így... És azon meglepődött valaki, tudod, minden. Ja. Ezek ilyen fura dolgok egyébként, hogy állnak ezekhez a dolgokhoz. De tény, hogy érdemes olvasgatni, mert a világ nagyon izgalmas, főleg mostanában, hogy működik. Ez sajnos sose fog szerintem megváltozni már. Örökké ilyen lesz. Az internet van úgy ferlít, ahogy szeretne, és látod, befolyásolható. Uh-huh. Már beszéltünk erről már nagyon sokat, hogy a social médiával hogy irányítják a világot. Persze. Úgyhogy most az van, ja, de tényleg? Hú, wow. Hát, de ez történik. Ezen se lepődött meg senki. Igen. De amúgy szerintem ez így van jól. Mármint, hogy ebbe kellene belenyúlni. Mire gondolsz? Hát, hogy ezeket mondjuk ellenőrizni, vagy jobban utána járni ilyen infóknak. Hát figyelj, mert, hogy szerintem... Mert nem nagyon tudsz. Az, hogy nem nagyon tudsz, ez persze így van. Az egy másik kérdés, tudod, hogy mondjuk egy ország, egy adott országot mondjuk érdekel, hogy
Na jó, de érted, akkor hogyha cenzúrázod így a tartalmat, az már megint kérdéseket vett fel. Mármint, hogy ért? Mármint, már kicsit. Most mire gondolsz? Egy adott ország cenzúrázná az adott tartalmat. A saját tartalmait, igen. Oké? Okay. Hát ez megint gond. Igen, csak ezért mondom, hogy nem lenne jó. Hát igen, csak tudod, az most hogyan nézel utána ezeknek a dolgoknak? Tudod, most mit tudom, például Amerikával kapcsolatban, ugye hát választások jönnek, és ugye ők ja, szeretnék hát azért mégiscsak tudni, hogy ki kicsoda, mert lassan kiderül, és azért nagyon érdekesen működik, és most nem mondhatod azt, hogy nem kéne utána járjanak ezeknek a dolgoknak. Uh-huh. Mert az a baj, ez már nem az interneten történik, most már, hanem ott már most nagyon komoly szinten van az, hogy most akkor mégis mi történik. Uh-huh. Nagyon durva. Nagyon durva. Itthon erről beszélni szerintem sok értelme azért nincs, mert ugye odakint teljesen mások a játékszabályok, meg teljesen más felépítésű az ország is. Ja, persze. És emiatt nagyon nehéz így ennek kapcsán arról beszélni, hogy itthon mi folyik. Nyilvánvalóan az égett a világon minden, ami ja, csak folyhat, az folyik. Meg ugye rettenetesen sok pénzt fordítanak külföldön, meg itthon is arra, hogy hogyan szűrik az információt, meg hogyan befolyásolják az embereket. Erre a tegnapi téma tud feljönni, mint érdekesség, hogy azért csinálják, mert működik. Valószínű. Mert egyszerűen működik és kész. Valószínű, igen. Igen. És ez van. Igen. Hát vannak itthon is érdekes praktikák, egyébként ez tény. Igen. Amíg én a mai napig nem értem meg, most csak hogy egy konkrét példát is mondjak. Tehát vannak ugye ezek a megafonos ilyen influencerek, akik ugye, hát Isten igazából a Fidesz áll mögöttük, tehát a Fidesz áll az egész mögött, és tudod, ilyen különböző influencerek vannak, és gyakorlatilag a kormánynak a gondolatai terjesztik ilyen influencereken keresztül. Én az életemben nem gondoltam volna, hogy tudod, hogy ez bárki, ez így jobban eljut. Ilyen. Tehát, hogy egy idegen arcot látsz, vagy egy ismertebb arcot látsz, és ő mondja el az üzenetet, úgy, mint hogyha tudod, egy vlog lenne. Tehát, hogy egy ilyen full amatőr az egész, és hogy ez jobban működik, mint más. Tehát, hogy nem, tök fura amúgy belegondolni. De minden működik. Igen. Tehát ez ugyanaz. Nem is kell belemenni igazából ebbe nagyon mélység. Nagyon mélyen. Én például, amikor látom ezeket a videókat, én nekem rögtön ilyen nagyon visszás érzésem van, mert tudom, hogy ez egy ilyen mű dolog. De te totál máshogy nézel. De valószínűleg azért, igen. Tehát, igen. Itt egyszerűen az effekt jön be, hogy az interneten mondja valaki. Mint a plakát. Most őszintén igen, te elhiszed azt, hogy bármelyik plakát működik. Ez így működik. Kibaszottunk. Ja, de hogy én sem gondolnám, most tényleg mondom, nem akarok nagyon mélyen ebbe belemenni, és tényleg csak az egész tartalomnak a mienségét mondom, hogy olyan fura nekem, hogy egy ilyen nagyon mai ilyen formátumot használnak, és én nem gondoltam volna, hogy ez működik. És mégis működik, mert csak de csinálják. De nem te vagy a célközönség. Hát nem. Mindig azt mondom, igen, hogy amikor politikáról van szó, ez külföldre és Magyarországra is igaz, akkor azért gondolkodsz te is másképp, meg a legtöbb ember másképp, ami tök természetes, mert azt gondolod, hogy ezekkel a dolgokkal, tudod, hogy plakát, meg influencerek, meg a faszom, ezekkel ők meg akarják hódítani az országot, és persze, hogy nem működik, mert van egy csomó értelmes ember. Nem erről van szó. Ez úgy működik, hogy van egy ország, vannak emberek, akiknek van véleményük. Vannak emberek, akiknek van egy komfortzónájuk, amit megszoktak. Vannak emberek, akik utálnak embereket. Mindegy, mi van. Ezeknek nem mozgatható a véleményük, és sose fognak beszopni olyat, amiről beszélsz. Ja, ja, ja. És van egy réteg, ott fent, a narancshéja, nem direkt a narancs, a narancshéja, akik a mit tudom én, meg a mit bánom én. Ők nincsenek olyan nagyon sokan. És akkor ők, de ha belegondolsz abba, hogy egy választást mi dönt el? Egy ember is el tud dönteni egy választást. Igen. És az a vékony réteg, aki az nagyon sok esetben úgy van vele, hogy tudod, elég, hogyha tudod, fingszagot fúj a szél, és azt hiszi, hogy trágyázzák az egész Kelet-Magyarországot. És őket Ők át tudnak billenni ilyentől. Lehet. Ezért van az. Nagyon sok ember úgy áll ehhez az egészhez, hogy ha nem is tudom, hogy ezt valaki beszopja. Igen. És akkor ezt kell átfordítani, amit mondasz, mikor ilyet látsz, hogy nem szopja be mindenki. De éppen elég, hogy néhány ember beszopja. Az pont elég, érted? Ja. És már igaz, hogy rettenetesen sok pénzt kell költeni ahhoz, hogy az a néhány ember beszopja, de hát nem az övék. Úgyhogy... easy! Na, úgyhogy engedjük is el ezt a témát, de mint gondolatmenet, amúgy érdekes, ja, hogy hogyan állunk ehhez, mert mennyi mindenre legyintesz, meg mennyire mindenre mondod azt, hogy működik.
még a más pénzét se költik olyan dologra, ami nem működik. Ez egy egész egyszerű dolog, és így könnyebb megérteni, hogy hogy működnek hát tényleg, ezeket. De gondolom, hogy ezeket tényleg erre kis rétegre céloznak. Így van. És nem is kell igazából, ja, ha belegondolsz, ennél ilyen nagyobb vagy grandiózusabb konteóba belemenni, mert ez nem is konteó, ez egész egyszerűen az, hogy mondom, elég meg, tőled úgy van ez, hogy mit tudom én, mint a suli elnök szavazáson a filmekben, meg ilyenek, a leggyengébbet kell megkeresni. Elég, ha őt meggyőzöd. Ja, hogyne. Igaz, amúgy. Mert amikor meg akarsz győzni egy csoportot arról, hogy hogyan döntsön, akkor nem a legnagyobb szószólót, meg a legnagyobb torkut próbálod meggyőzni. Ja, akkor kell a háborút akarsz nyerni. Igen. Választást kell nyerni, meg a leggizdak a csögöt. Hallod? Megengedem, hogy fogd a kezem. Viszlát. Szóval ezek nagyon-nagyon durván működnek. Mondjuk ebben is van valami, erre nem gondoltam még, és ezt most tényleg így full pártatlanul mondom, hogy ez végül is egy működőképes stratégia, hogy elültetsz az emberek fejébe gondolatokat, más dolgokkal, plakát, igen, meg mit tudom én, és akkor ezzel ráerősítesz, hogy kap egy ilyen videót. Nem csak ezzel. Itt is ezt mondják, bazzi, nézd meg, és akkor, tudod, és akkor tényleg bezárod az embereket ilyen kis buborékokba. Az echo chamber a lényeg, a buborék a lényeg, az a lényeg, srácok, hogy nem működnek ezek a dolgok, de ha kiváltod egy emberből, akinek nem része a hétköznapjainak az, hogy a politikáról beszél, nincs véleménye, nem tud dönteni, ha ki tudod váltani valakiből azt, hogy ezt hallottam már valahol. Igen. Az kész, az win. Az win. Ti is így vagytok egy olyan témakörrel, amihez nem tudtok hozzászólni, mondjuk mit tudom én, a gombolyag fonás, hogy valakivel beszélgetni kell, én nem tudtam így költ... Nem vágom, és akkor azt mondják, hogy célna. Azt tudom, célna, anyámnak is van. Igen. És ja. Az ember nem olyan bonyolult egyébként, mint ahogy gondoljátok, és van, aki azért magasabb szinten műveli az életet, nagyon sokan ebben az országban, és vannak gondolkodó emberek, és vannak olyanok, akik kritikusan gondolkodnak, vannak olyanok, akik megkérdőjeleznek dolgokat, vannak olyanok, akik értelmes dolgokról beszélnek, stb. De nem ők a célközönsége ennek. Az egész dolognak. Ugyanúgy, ahogy Amerikában sem a kialakult véleményű embereket akarják maguk részére hajlítani azzal, hogy letörölnek egy videót a YouTube-ról. Ez nem, attól félnek, hogy a gyökér hallja meg. Igen. Érted, és így ennyi, mert egy olyan ember, akinek kialakult véleménye van, azt egy podcast nem fog meggyőzni. Érted? Nem, de annak is meg lehet így, hogy egy kicsit így nem is tudom, mi a jó szó erre, rendíteni a hitét, vagy hogy mondjam. Meg lehet rendíteni. Igen, meg lehet. Ez így van. Ez így van, de én akkor is azt gondolom, hogy egy felnőtt normális ember el tudja dönteni azt, hogy ha hall valamit, amit egy ember mond az interneten, attól nincs úgy. Persze. De ez úgy kell hozzáállni. Most hallasz valaki, tudod ki ez? Nem. Elmondják, hogy ki ez? Jó. Tök mindegy. Ha jó Isten jön le és mond valamit, azt is így meghallgatod, nagyon érdekes. Ez is így hozzááll, értem. Uh-huh. Kész. De na, a véleményt kell tudjon alkotni valaki arról. Tehát az a baj, szerintem, tehát én borzasztó visszásnak találom azt, holott nálunk ugye nem gondolkodunk ilyen szólásszabadságban, meg ilyenekben, akkor is visszásnak tartom azt, hogy bizonyos dolgokat cenzúráznak a médiában, mert annyira gyökér állatnak tartják a népet, hogy azt hiszik, hogy megbolondul a tömeg hallja. Mert mi? Uh-huh. Most miért nem lehet bármiről beszélgetni? Én nem értem. Biztos, hogy megvan. Az, hogy politikáról azért nem akarsz beszélgetni, mert nem vagy kíváncsi arra a fos tengerre, ami beöblik amiatt, azt értem. De most az, hogy vannak megosztó témák, amikről azt hiszik az emberek, hogyha beszélsz róla, platformot adtál neki, emiatt lesz minden, Jani. Emiatt. Azt mondtad, hogy szar a bitcoin. Beszakadt, geci. Beszakadt. Mert ezért nem fekted be senki Magyarországon. Nyilván. Szóval értitek, hogy mi a baj. Legalábbis az én részemről ezzel kapcsolatban, és ezért gondolom azt, hogy gáz, hogy külföldön is ezt csinálják. Tehát én megértem azt, hogy vannak dolgok, amik a politikában úgy működnek külföldön is, hogy ezt hozzá sem tudok szagolni. Biztos. De az, hogy te letörölsz valamit az internetről, mert, mit tudom én, arról beszélgetnek, a két ember arról beszélget, mit tudom én, amúgy két humorista arról beszélget, hogy most a Rosenbáros podcastra gondolok, hogy amikor ő nőtt fel, akkor nagyon sok fekete között nőtt fel, ez a fehér nő, érted? És ott szokás volt az, hogy nem tudtak elválni, úgyhogy a tesóival verették agyon a fehérjét.
És hogy miért mondasz ilyeneket? Mi van? Hmm. Tehát nekem bajom van ezzel, hogy azt hiszik, hogy tehát most milyen a hozzáállás ehhez? Uh-huh. Srácok, ehhez, ami elhangzott. Ne nézzétek meg a podcastet, nem érdemes most csak emiatt. Elhangzott ez. Most azt gondolja az, aki ezt le akarja szedetni, hogy én attól, mert meghallottam, hogy a 60-as években mi történt, én rasszista leszek. Nem is értem amúgy. Ezek a fekák. Bassza meg. Nem is értem. Vagy mi? Hogy most a 60-as években mik történtek, mit tudom én, a középnyugaton, ha én ezt meghallom, uh-huh. akkor most... Hogy ott ülnek, hogy fuck yeah! Vagy mi? De mondom, ez az én fejemben ugyanúgy nem fér bele, ahogy te mondjuk nem érted azt, hogy működhetnek az influencerek, érted? Hogy én egyszerűen nem tudom felfogni, hogy egy cenzúrának mi értelme van. Hát ennyire hülyék az emberek. Lehet amúgy, fogalmam sincs. Csak egyszerűen nem értem. Na mindig, ez már az én problémám, hogy nekem is viszket a fülem, amikor az interneten erről hát van szó. Ha tényleg erről van szó, hihetetlen. Hogy ez most mégis, tehát hogy mi történik, hogyha ez fennmarad? Én nem értem. És miért dönt úgy a Spotify vagy a Twitter, hogy ő fennhagyja? Nem. És nekik miért nem lesz bajuk ettől? És másnap miért nem tör ki a háború? De hát ez annyira nonsense, ez most olyan, hogy... Most ez volt a kiváltója egyébként az egésznek most, ami az elmúlt pár napban történt kint. De nem is értem, ez tényleg akkora hülyeség. Mert hogy olyan témák. De az a baj, hogy én azt gondolom, hogy tehát ezzel igazából szerintem a visszájára fordítod a dolgokat, ha engem kérdezel. Tehát ezzel te gyakorlatilag, mint mondjuk YouTube, aki letörre egy ilyen videót, amiről két humorista beszél, értem a befektetői oldalt, a reklámozói oldalt, megértettem. Csak mondom, egy olyan országban működsz. Tehát ez ottra vonatkozik, nem ittre. Ha te leveszed ezt a videót, azzal te gyakorlatilag elismered azt, hogy olyan influencer rendelkezik az adott két ember, ami megdönthetetlen. Tehát ezt el kell tüntetni. Igen. Mint amikor le kell lőni az elnököt, érted? Ez az egyik. A másik meg, ha ez bárhol felkerül, csak azért fogják megnézni az emberek, mert még kellett levenni. Így van, tehát még többen megnézik. És még többen megnézik. Így van. És hát, ha nem törlik le, te se beszélsz most róla. Ez hát biztos. Tehát, hogy pont ez a... Pontosan erről beszélek, pontosan. És arra akartam rávezetni ezt az egészet, mert tudjátok, szeretek visszacsatolni régebbi happy hour-ökre. Hogy emlékeztek, hogy hányszor próbáltam megbeszélni arról, hogy a tiltás soha nem megoldás? Pillanatnyi megoldás lehet egyébként. Uh-huh. El akarod mondani, hogy a Tesco-ba akciós a kifli, akkor elég, hogyha 10 másodpercre befogod az interspáros influencer száját, és meghallják az emberek. Uh-huh. Értem. Azt akarod, hogy csend legyen egy osztályteremben, és kiküldöd azokat az embereket, akik pofáznak, amíg elmondják a tananyagot. Addig csend lesz. Értem, de itt hosszú távról beszélgetünk. Soha nem fog működni, mert nem győzöd meg az embereket azzal, hogyha csak annyit tudnak, hogy valamit nem hallhatnak. Na mindig. Ja. De mondom, szerintem én gondolkodom rosszul, mert én azt gondolom, hogy ha valaki hall valamit, ami totálisan ellene megy az ő gondolkodásmódjának, szerintem az kinyomja azt a műsort. És kész, és azt mondja, hogy fasság. De ez a beállítottság, hogy letörölsz egy videót, ez pont azt mondja, hogy nem. Szerintem te olyan hülye vagy, hogy végighallgatod, és benyalod az egészet egyből. Mert hogy eddig is egy amilyen bagaci voltál. És most, hogyha csak a hirdetők miatt tették ezt, az is egy baromság, mert le tudják tiltani a hirdetéseket a videón. Hogyne. Nem kell leszedni a videót. Hogyne. Strike-ot is kapott Tia amúgy emiatt. Beszél. Ez a második. Ja, igen, igen. Na mindegy. A tartalom miatt törölték le, megosztó tartalmakról beszélgettek, igen. Mert humoristák. Tehát például nagyon sokat beszélgettek arról, hogy Rosen Barr, a Rosen sorozat nagy sztár és az egyik leghíresebb női humorista, már miért nem reszel. Erről elég hosszan beszélgettek, hogy ugye az a baj, hogy most már sérüléseket szenved is. Elege van. Például. Jézusom. Igen. Sajnos az ellenvéleményeket szeretett hallgatni. Vannak ilyen emberek, de szerintem az is egészséges, hogy az ember meghallgatja az ellenvéleményeket. Ja, biztos. Mármint abban az esetben, hogyha tudod így, tehát meg lehet hallgatni ellenvéleményt, de azt tudni kell megfogalmazni. Hát jól megfogalmazni. Az ellenvélemény szerintem. Mert az a baj, hogy manapság már nem hívja fel a figyelmet az, hogy ellenvéleményt alkotsz valakivel. Uh-huh. Máshogy kell, de vissza kell támadni.
ahhoz, hogy, mert ugye, ha mondjuk, mit tudom én, neked az epres fagyi a kedvenced, tudod, és én arról beszélek, hogy nekem a csokis fagyi a kedvencem, aztán utána elküldi valaki a videódat, mondjuk, hogy neked az epres fagyi a kedvenced, érted? Akkor én nem mondhatom azt, hogy szerintem ezért és ezért jobb a csokis fagyi, mert ez egy olyan lapos videó lesz. Érted? Toborozni kell embereket. Hanem azt kell mondani, hogy nyilván hát szemüveges, tudod? Igen. Meg igen, hogy néz ki? Persze, hogy az eperfagyit szereti. A köcsög. Érted? És akkor ez így embereket működik, kell toborozni. Igen, embereket kell toborozni, akik szintén úgy kampányolni az epresfagyi mellett. Te így van, és akkor biztos, hogy fideszes, mert epresfagyit na, szereti. Na, akkor már ott is vagyunk. Ott hagyjon meg, meg tuti, hogy ő írta, meg felbérelte a bérgyilkost, ő volt az a Frey műsorban, meg a nem tudom. Tehát és így majd kialakul ugye egy véleményütköztetés ugye a nap végére. Erre az egészre. Hát ez ma már így néz ki, amúgy tényleg. Igen, olyan epres fagy is feje van, pontosan? Különböző pontosan. Vélemények most már így nyilvánulnak meg az interneten, azt tuti. Igen. Igen. Emberek gyűlnek a vélemények mögé. Igen. Ez a legdurvább amúgy. Így van, de ez nagyon tényleg. Furcsa, hogy amúgy itt van neked sajátod. És amúgy az embernek nüansznyi, tudod? Tehát, hogy így lehet, hogy egy mondatoddal nem értek egyet, de a felével igen. Bizony. De ezt nem szabad elmondani. Tehát, lehet, hogy az, lehet, hogy én azt gondolom, igen, és itt a probléma, hogy lehet, hogy én azt gondolom, hogy amúgy szerintem is jó az epres fagyi, de mondjuk nem enném minden nap. Érted? De hát függetlenül jobb azt mondani, hogy szar. Mit? Hát jobb azt mondani, hogy vagy szar, vagy kurva jó, mert akkor utána, ó, te ilyen vagy. Bizony. Uh-huh. Aha, szóval válogatsz. És ha gyerekedről kell önteni? Jó, Istenem. Úgyhogy... Úgyhogy ja, ez egy elég veszedelmes sztori. Próbálom boncolgatni azt, hogy miért így zajlik a világ, de sajnos nekem is a relatív megosztó emberek mellé kell állni abba, legalábbis én úgy érzem, így a világban, akik azt mondják, hogy nagyon fontos. És sajnos ezt kell mondjam, akkor is, ha utáltok emiatt, hogy muszáj ezt a kritikus gondolkodást hirdetni egy kicsit, akkor is, ha baromság. Uh-huh. Mert legalább gyakorol az agyad. Vagy nem állsz nyitott szájjal egész nap, hogy hát, ha valaki telelövi. Igen. Mert egyszerűen én úgy látom, hogy most már a nem olyan okos emberek is, mint például én, aki is kezdenek, tudod, így allergiássá válni erre a rettenetes, vagy ez, vagy az dologra. Hát szerintem ez senki. Hát azért a faszki van ezzel, igazán. Érted, hogy már most abból érted, hogy melyik postára jársz neked, kitalálják, hogy milyen sört iszol, meg kivel baszol, meg kire szavazol, meg minden, álljunk már meg. Eleve ott kezdődik, hogy a postára bemész. Az már eleve beskatujálsz, hogy... Te ilyen csekkes gyerek vagy, mi? A kurványár. Na jó, tehát ebből nekem is elegem van. Egyébként. Hogy igen, én, hogy érted, hogy... De itt a chatben is találkozol vele. Nem beszélhetsz bazd meg semmiről szinte, anélkül, hogy ne tennének zsebre egyből, hogy tudtam. Ki mondta? Szerintem ez túl veszélyes. Szerintem egy rohadt köcsög dolog azt mondani egy emberre, hogy egy döntése alapján te ismered őt. Uh-huh. Vagy tudod, hogy így beskatulják. Ez egy fasság. Persze, hogy tehát az. Azt állítani, hogy ennyire kőegyszerűek az emberek, az egy butaság. Uh-huh. Én nem tudom, Lord Seven, látod, ez egy nagyon érdekes gondolat. Micsoda? Hogy egyáltalán létezik olyan centralista hozzáállás a mai világban amúgy. Én erről... Vagy centralista felfogás. Beszéljünk erről? Én szívesen beszélek erről. Én nem tudom, hogy ez valid dolog-e. Szerintem létezik centralista hozzáállás. Igen? De nem létezik olyan, hogy valakinek te centralistaként... Vagy valaki azt gondolja róla, hogy centralista. Köszönöm, vagy. Nem kellett azt mondjam, hogy igen, gyere le. Igen, igen, igen. Köszönöm. Igen, az nem létezik. Azért, mert én magam centralistának vallom. De én egy olyan fajta ember vagyok, és biztos nem leplek meg ezzel, hogy én, nekem van egy olyan tulajdonságom, ami jó vagy rossz, hogy valami borzasztó szenvedélyesen tudok beszélni bármiről. Tehát, hogyha nekem ízlik valami, akkor az a legjobb a világon, ha nekem tetszik valami, az a legjobb. Igen. Én ilyen vagyok. Igen, de az nem azt jelenti, hogy én minden más dolgot utálok. És ha én beszélgetek valakiről, mondjuk arról, hogy hallottam tegnap, hogy letiltották a YouTube videót, érted? Akkor egyből azonosítanak egy csomó mindenkivel. De ez azért van, mert az én fejemben egy olyan világ létezik, ahol beszélhetek bármiről, nem fognak beskatujázni. De a világ nem ilyen. És azért nem létezik centralista ember, akire azt mondjátok, hogy egy centralista gondolkodású ember, mert az első mondatánál bezártad a dobozba.
kinyomtad a videóját, küldtél neki egy faszos képet, megírta az anyjának, hogy dögöljön meg, és ott hagytad a picsába. Hát honnan tudnád, hogy centralista gondolkodású, hogyha nem láttál tőle 300 műsort? Uh-huh. De ha a második mondatában egy olyan dologról beszél, amit te utálsz, te fogod magad, és elfordulsz tőle, csak azért, mert olyan dologról beszél, amit utálsz. Nekem ez a problémám azzal, hogy soha nem fogja úgy felfogni senki a másik embert, hogy egy centralista, mert nem ismeri. Szerintem az egy sokkal rétegeltebb valami. Valószínű. De azért mondom, nem hogy szerintem senki, addig. Szerintem senki, tehát nem, nincs is ilyen ember, aki tudod, így mindenben így úgymond középen áll tényleg, tehát, hogy... Nyilván nincs olyan ember, de a centralista gondolkodás nem azt jelenti, hogy mindenben középen állsz, mert ugye tehát pont arról van szó, hogy lehet, hogy az egyik oldalon értesz egyet ebben, a másik oldalon értesz egyet. Lehet, hogy de az a baj, ha elkezdesz egy mondatot, szerintem ez az ember egy kibaszott fasz. Akkor szerintem a másik jobb? Baszki, hogy lehet így gondolkozni? Uh-huh. Hogy? Uh-huh. A másik ember nem lett olyan nagy fasz, vagy még nagyobb? Hogy? És ez a bajom. És amúgy a centralista gondolkodás valójában sokkal egyszerűbb, mint hogy az emberek gondolják, csak nem jutunk el odáig. Igen. Igen. Ez van. Pedig szerintem ahhoz, hogy kialakuljon benned az, amit itthon is próbálnak képviselni az emberek, hogy kérdőjelezzük meg a dolgokat, nem minden úgy van, ahogy látszik, tudod, attól, hogy most mondott valaki valamit, az na, nem biztos, ez, hogy az a frankó. Nyilván, ez egy szimpatikus, hát addig, ameddig ehhez centralistaként tudsz hozzáállni. Csak az a baj, hogy itthon ugye ez működik egy évig. Vagy kettő, utána meg hát megkérdőjelezzük azt az oldalt, akit meg kell. És ilyennyi, de ez a baj, érted? Mert de én azért tudok centralista lenni, mert nekem nincsenek érdekeim. Uh-huh. Ami nyilván vannak érdekeim azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a családommal, vagy hasonló. Uh-huh. De nekem nincsen elkötelezettségem semmelyik párt felé. Ja, nem fűz érdek ahhoz, hogy hát most tudod, lelém vennék nyaralót, remélem, hogy tudod, Afrikát választják meg, mert akkor olcsóbb. Tehát nekem nincsenek ilyen érdekeltségeim, érted? Ezért tudok centralista lenni. Szerintem egy olyan ember, aki mondjuk fent kell tartson egy üzletet, egy bizniszt, ami mondjuk arról szól, hogy média, ott azért elég nehéz. Hát, na, így mérlegelni. Nem, mert lehetetlen szerintem. Szerintem legalábbis. Nem, az szerintem, lehetetlen. Szerintem legalábbis. Úgyhogy nem tudom, nekem tehát szerintem ezek érdekes témák, és merni kell ezekről a dolgokról beszélni, főleg egy olyan világban, ahol olyan pattanásig feszültek már az ellentétek az emberek között, uh-huh. és a pártok között, hogy két havonta azért, mert én azt mondom magamról, hogy én centralistán gondolkodok, azt mondják rám, hogy gyáva vagyok. Igen, amúgy ezt sokszor megkapjuk, amikor nem mondjuk. Pedig nem azt jelenti, hogy nekem egy dologgal kapcsolatban nincsen határozott véleményem. Van, csak utálom, hogy amiatt azt gondoljátok, hogy a maradék 200 dologról is úgy gondolkodom, mint ahogy ti szerintetek azok gondolkodnak. Nem? Nem, igen. Szerintem kár így beskatolyázni az embereket. Pontosan. Mert lehet, hogy valaki, lehet, tehát van olyan ember, aki mondjuk X-ként gondolkodik a nem identitásokról, és Y-ként gondolkodik a státusztörvényről. Uh-huh. Hogyne, van ilyen. Aki nem olyan, hogy ha ez, akkor minden X. Érted? De nem így működik az ember, szerintem. De sajnos az emberek így fogják fel. Ez van, és inkább azt mondják rám, hogy egy gyáva szar vagyok, ma miért nem állok ki párt mellett. Azért nem állok ki párt, mert soha büdös életben nem lesz olyan párt, akivel én 100%-ban egyet tudok érteni. Uh-huh. Hát hogy lenne már? Hát hogy? Persze. Hogy? Nem, az lehetetlen, hogy olyan párt legyen. Azt, hogy amikor eljönnek a választások, azt megnézed, hogy hát itt él anyám, gyerek kicsi, most lesz iskolás, lalala, és ez alapján döntesz, az egy dolog. Uh-huh. Az egy dolog. De miért kellene azt hangoztasd, hogy te bal vagy jobboldali ember vagy? Miért? Hogy biztos, hogy bármelyik bal vagy jobboldali embernél találsz egy rakás olyan dolgot, amire azt mondja, hogy hát amúgy én őket képvisel, meg én mindig rájuk fog szavazni, de mondjuk az a 9 ember azok kusolhatna. Mert amúgy ott azokból csak a fasság jön. Igen. Nem tudom. Tudom, hogy gyerekes hozzáállás ez a részemről, nem érdekel, de nem tudok egyszerűen más mondani. És az a baj, hogy szerintem online, és most visszakanyarodunk arra a részre, az elejére a Happy Hour-nek, hogy most mi hangozhat el, és mi nem.
és hogy kik az, tehát hogy vannak olyan emberek, akik eljutnak odáig, hogy ők bármit mondhatnak, mert nem lesz belőle bajuk, és van egy csomó ember, aki meg mindig fél. Azok a youtuberek például, hogy azok a twitch streamerek, akik kerülnek bizonyos témákat, azok az esetek többségében nem azért kerülik őket, mert nincs véleményük, hanem azért kerülik őket, mert attól félnek, nem attól félnek, hogy az emberek megtudják, mit gondolnak bizonyos témákról, hanem attól félnek, hogy beskatujázzák őket. És itt van a probléma. Nem arról van szó, hogy szerinted vissza kell taszítani rabszolgasorba a fekete embereket. Mert nyilván ez a véleményed valószínűleg megosztó lenne. Nem arról van szó, hogy te egyetértesz-e az azonos nemű házassággal, vagy sem. Hanem nagyon sok esetben arról van szó, hogy ezt a véleményedet amúgy elmondanád. De akkor rögtön jönne egy nagyrakás ember, aki azt mondja, mivel hogy valamelyik politikai párt képviseli ezt a gondolkodásmódot, ja, azt mondaná, hogy igen, és ez meg ez meg ez, te rohadt köcsög. És így véget ér az egész. És veszítesz egy csomó mindenen. És nekem ez a gondom, és ezt ugatom évek óta, hogy miért nem lehet problémákról beszélni egy műsorban anélkül, hogy húznák utánod a fél országot. Hát, mert ezt szerintem itthon nem lehet megcsinálni. Amúgy. Nem csak itthon nem lehet megcsinálni, ugyanolyan probléma. Ja, azért mondom, hogy mindenhol nem lesz, ez a kibaszott kétpártiság van. Vagy velünk vagy, vagy ellenünk, azt mész a faszomba. Ennyi. Ez van. Ha meg véletlenül valami harmadik oldalt képviselsz, akkor meg UFO lapos föld hívő, takarodj innen, bazd meg a konteós kurva anyádba, és viszont hallásra. Hogyne. Nem tudom, ez egy durva dolog szerintem, és ez zavar. Engem ez zavar így a diskurzusokban nagyon sok esetben. Hát figyelj, ez már azért nagyon régóta így van. Tudom, hogy régóta így van, csak én lehet, hogy én reménykedem, tudod, valamiben, ami nem jön el soha, de talán úgy érzem az elmúlt időszakot, hogy talán éleződik valami ezzel kapcsolatban. Az is lehet, hogy fiatalabbak, sokan nyitottabbak lesznek erre. Meg unják. Mert már rólad unják ezt. Igen, igen. Amúgy simán benne van. Azért gondolom, hogy a fiatalok unják a dolgot, mert már a nem fiatalok is unják egy kicsit azt, hogy tudod, a társasága válogatja, hogy milyen témakörökről lehet beszélni, mert ugye mindenből, tehát minden szikra. Nem csak az aktuális szikra, hanem ez van. Nem akarsz beszélgetni, mit tudom én, a gyermekvédelmi törvényről? Jó, akkor ne beszéljünk róla, mert megosztó témakör. Hát és így elmondod a véleményed arról, hogy miért fizetős a céges elektromos autónak a parkolás. És azt mondta, hogy szerintem jó, hogy fizetős. Aha! Tudtam, baznak, hogy azt akarod, hogy átneveljék a gyerekemet az óvodába? Te köcsög! És ott ülsz, hogy bazd meg! Tehát azt mondtuk, hogy nem! De értitek? Igen. Miről beszélek? Ez benne van. Minden fölött ott lebeg a kis Demoklész kardja, hogy és azon véged. Véged. És ez a baj a beskatujázással, a címkézéssel. Uh-huh. Fasz ki van. Fish, ezt is lehet csinálni. Sokan csinálják ezt, hogy teljesen ignorálod a politikát. Lehet ignorálni. És tudod, lehet. És tudod mit, Fish? Egy csomó mindenki azt mondja, hogy így leszel NPC. Hogy ignorálod a politikát az életedből. Szerintem nem így van. Szerintem, aki ignorálni szeretné a politikát az életéből, az ignorálja. Attól nem lesz NPC. Nem, szerintem se. Attól nem lesz NPC. Végtelen szöveget, meg AI. De miért lehetne ignorálni? Végtelen szöveget, sípolást, ordibálást, AI szöveget, versszavalást, bármit írhatsz egy NPC-nek, attól még ugyanaz marad. Uh-huh. Mindegy, miről beszél. Valaki nem attól lesz NPC, hogy nem arról beszél, milyen szar neki. Szerintem. Én legalábbis ezt gondolom. És az, aki teljesen kizárja az életéből a politikát, az valószínűleg nyugodtabb ember. Sokkal. Uh-huh. Ez tény. Miért csak két párt van? Ez egy hosszú gondolatmenet, CK, de már az elején azt tudom mondani, hogy pontosan azért van két párt, mert egyszerűbb. Egyszerűbb azt mondani, hogy két párt van csak, mert nekem nem kell gondolkodni azon, hogy milyen ember. Nekem nincs rá időm. Engem nem érdekel. Baloldali. Én beállok mellé a kocsival a lámpánál, és meglátom, hogy én a Malkútra megyek, ő meg a töltőfejre, és mindent tudunk egymásról. Ennyire így van. Nem egyszer? Kész. És pontosan tudom, hogy a legközelebb találkozok vele, akkor én elmegyek a másik irányba. De most... Ja, amúgy nem. Nem egyszerűbb így az élet. Nem? Miért kell nekem időt áldozni arra, hogy megismerjek valamit? Nem kell időt áldozni pontosan a másikra. Miért kéne? Egyszerűen. Én ez alapján eldöntöm, hogy dolgozom vele. Mindent eldöntök, rögtön. Rögtön.
Ez van. A múltkor volt egy beszélgetésem, ilyenek az emberek, ilyen a világ. Múltkor volt egy beszélgetésem, az egyik srác a saját bizniszébe keresett egy szakembert, és kérdezte, hogy nem-e tudok egyet. És ritkán fordul elő, de most pont tudtam. Na. De mondom, van egy srác, aki ezzel foglalkozik, geci jó benne. Mondom, csak el kell érni, de jó lesz. Mondom, kérdezd meg őt, szerintem megoldja a problémádat gond nélkül. Erre, tudod, ez a Facebookon mutatom, és így, jaj, tudom ezt a gyereket, bazd meg, a múltkor bejött a kocsmába. Ez az a köcsök gyerek, amelynek kilátszik a bokája. Tudod, magas nadrág, alacsony cipő, bokavillantó. Azok buzik, engem ez nem érdekel, és így gán. Azt a rohadt kurva élet. Ennyi. És ilyen világban akartok élni? A megállás nélkül azon kell gondolkodni, hogy ki lát meg? Mi a fasz? És azt mondjátok, hogy jó van, na, de ki ilyen fasz? Ki ilyen fasz? Elugatunk végig. Mindenki ilyen. Csak mindenki más alapján dönti el, hogy szeretne veled közösködni bármiben. Lehet, hogy nem a bokavillantós dolog miatt. Lehet, hogy mit tudom én. Meglátta, hogy lottózol. Félelmetes belegondolod, hogy tényleg ennyi kell, hogy elbukja egy melót. Lottózik? Ez hülye? Én ezzel nem... Mindegy, csak... De mennyire gáz? Szikének az írására reagálok ezzel, hogy azért van mindenhol lassan kétpárti rendszer, mert így könnyű élni az életet. Így nem kockáztatsz, mert meggyőzöd magad arról, hogy igen. El tudod dönteni. És tök mindegy, hogy bal, jobb oldal, hülye, nem hülye, ami neked értékrend. Uh-huh. Fú, basszus, kemény. Ilyen dolgokon múlik munka. Igen. Az állásinterjúra írjátok, írod Jönök Frájunk, hogy ugyanez van, nincs semmi gond ezzel. Igen, de az állásinterjún döntéshelyzetben van az interjúztató. Uh-huh. És úgy kell döntsön, hogy nem ismeri a másik embert, és gyorsan kell kialakítson véleményt. Vannak ilyen helyzetek a világban, az rendben van. De az, amikor bemész egy kocsmába, abban nem gondolod, hogy ilyen befolyásoló tényezők vannak kialakulni a következő néhány hónapodban, hogy elment inni sört. Ja. Azt tuti. Hihetetlen amúgy. Igen, tudom, Zike, és igazad is van, csak gondolatot ébresztett benne, amit írtál. Na mindegy. Néha eszembe jutnak ilyen dolgok, és tudod mi van? Ez is ugyanolyan dolog, mint amiről beszéltem így kb. A műsor közepén. Hogy valószínűleg az ezekkel kapcsolatos gondolataim nagy része fasság. De komolyan. Mert honnan tudnám? Ezek vélemények. Mondan? De addig, ameddig valaki nem szóról-szóra akarja azt mondani, amit én, vagy azt hiszi, hogy ez így van és kész, csak gondolatot ébresz benne, az jó dolog. Én tudom, én erre szoktam használni a legtöbb dolgot, amit hallgatok. Az emberekben gondolatokat ébreszt, uh-huh. Igazából arra aztán nem lepődsz meg minden dolgon, ami történik. Mert hogy így, valahol én ezt már hallottam. Valaki megmondta? Akkor minden, amit mondott, igaz volt. Nem volt az, de nem? Hát hány ember van így? Ja, persze. Elég egy olyan embernek, aki mondjuk 30 kötően 80 órányi kontaut tölt fel az interneten, elég, ha egy dologban igaza van. És akkor, tudtam, messiás. És akkor eljött, tudtam. Mindent el kell neki hinni. Tudtam, mindent el kell neki hinni. Igen. És hogyha azt mondja, lapos a föl az. Csak hogyha kérdés lenne bennetek, hogy mondjuk azok a közösségek hogy alakulnak ki. Így. Pontosan. Így alakulnak ki. Hogy a 100 millió fasságot úgy adják el, hogy az egyik nagy fasságot a világban, amiről tudják, hogy úgy van, letolják a torkodon, és így... Jó, egyértelmű, ez így kell megalapozni. Igen. Tudtam! Kell igazságot mondani, meg mellé sok fasságot, és akkor mindenki elhiszi. Igen. Nagyon jó. Így működnek az életvezetési tanácsadások is. Azt nem tudom. Így működik. Ha a szemeted bent hagyod a házban, büdös lesz, igaz? A rossz dolgokat, ha itt hagyod bent, belül gűz alakul ki, romlasz belül, ki kell told őket. Igen, tényleg. Értem, tényleg. Meg akarom dugni a feleséged. Oké. Oké, David. Kell a kocsim? Megvédelek fegyverrel? Nem fizetünk adót? Mi a fasz? És így lesznek szekták, kész, ennyi. Ha mi azok is vannak. Amúgy hogyne. Jézusom, ez nagyon jó. Hát de most nem. Ha most nézd már meg egy izét, megnézel egy ilyen dokumentumfilmet, egy ilyen, tudod, egy gyilkos szektáról. Most azokat az embereket szeretett, hogy ott nem kérdezed azt, hogy hogy lehetnek ennyire idióták az emberek. Na, ez nagyon durva. Úgy bazd meg, hogy ugyanúgy beszopják a cuccot, mert befolyásolhatnak bizonyos szempontból, csak csomagot adsz el nekik, nem egy dolgot. Igen. Ez van. Természetesen kivétel ez alól, amikor
olyan régi a szekta, hogy már abba születnek bele emberek. Az a még durvább. Figyelj, ahhoz már az next gen szektának kell lenni, az már durva. De igen. Érte, a legtöbb szekta nem jut el idáig. Nem. Megisszák a poharat gyorsan. Meg ott hamar eljön a vég. Hamar eljön, igen. Amikor elfogynak a feleségek. Hát nem, amikor jön az adóhivatal. Igen, David. Akkor jön. Az durva. Az durva. Akkor szokott elfogyni. Igen. De egyébként lezárva ezt az egész témakört azzal, hogy ezért ne hibáztassátok a politikát. Mert ugyanaz a téma, mint tegnap, hogy a tartalomgyártó felel a tartalomért, a fogyasztó befolyásolja azzal a tartalmat, hogy mit néz meg és mit nem, vagy létezik tartalom, és létezik az éhezők viadala. Ugyanígy működik a politika is. Azért játssza ezeket a játékokat, azért ennyire sokszor puritán és már nyilvánvalóan fasz a politika, mert működik. Mert ilyen az ember, mert skatujáznak az emberek, stb. És akkor mondhatjátok azt, hogy igen, de a politika osztotta meg alapvetően az embereket. Igen, de nem osztotta volna meg őket, hogyha nem lennének ennyire megoszthatóak. Stb. Ez egy örök kérdéskör marad. A VR is szekta? Nem gondolom annak. De lehet annak gondolni. Lehet szektának gondolni. Igen. Szerintem akkor lehet szektának gondolni a VR-t, és akkor lehet skatujázni, hogyha te is azt mondod, tehát véleményt alakítasz ki, ami áll 30 dologból valakiről, azért, mert minket néz. Ezt azért tudom, mert én is ezt csinálom. Bejön valaki ide a csetbe, beír valami olyat, ami tudod, és tudom, akit néz. Ja, értem, mire gondolsz. Biztos, hogy őt nézi? Nem. De én tudom. Érted? Jó, hát egyből doboz. Vizionálom magam előtt, hogy a kutyájába baszik. Jó, igen, érted? Igen. Vizionálom, az, ahogy vizilavakat kínos. A csetelőkről is lehet ilyeneket. Ha, hogy a faszom van e? Egy nick név, honnan tudjam, hogy ki? Beír valami, őt nézi. Kígyókat kínoz. Autókat robbant fel. Ez nagyon jó. Tudom ki ő. Ennyi. Látom az arcát. Az komoly. Ilyen az ember. Ilyen az ember. És én nem azt mondom, hogy nem ilyen vagyok, de hogy nem. Nem tudom. Tudtam az, ezt tudtuk, hogy macskán van. Ez van. Kifejezetten ez a macskás ember vagy, ahogy itt írkálsz a cseten. Ezt bármikor megmondtam volna. Igen. Mindenről beszéltem, amiről akartam beszélni, jó van. Befejeztem. Mi újság, Jani? Minden okés amúgy. Jó volt Pest. Köszi szépen, jó volt Budapest. Eszméletlen volt. Hogy készülsz a kotonra? A kotonra? Már hát nem jelent, hogy ma kiszakítjuk. Ez az. Hát én úgy hallottam, hogy a beton kemény. A beton ez keményebb, mint a koton? Igen. Figyelj, meglátjuk, mi lesz. A stream delay-t megbeszéltétek? Hogy legyen? Azt vagy még nem. Azt nem. Szerintem az most jobb lenne, hogyha előre tisztáznám mindenki. Jó. Most beállítok egy olyan 5-6 perc delay-t. Hogy szerintem körülbelül úgy tuti legyen. Egy fél órát. Egy fél nem? óra. Azonnal legjobb. Azonnal. Úgy, Jesus. Hozzájöttem a HDMI-re. Elaludt, igen. Srácok, így van, ma lesz újra csém bajnokság végül is. Igen. Az alsó ágnak lesz a harmadik fordulója. Ez az alsó ez ági. Ez a nem létező ág. Ez az, igen, ami így lett. Igen. Az alsó ági elődöntő. Ez most. Ezt így hívják. Aha, igen. Ez az alsó ági elődöntő, mert még most ugye lesz a felső ági döntő, az most holnap lesz. Kik játszák az? Holnap a Szabó Kristófék játszák Suriék ellen. Igen. Ez amúgy, hogy őszinte legyek, tudjátok, én nem néztem sét sokat, de én nem játszom túl jól Counter-Strike-ot. Én sejtettem, hogy így lesz. Igen, de ezt beszéltük is, hogy mindketten nagyon-nagyon erős játszak. Csapat. Izgalmas lesz, kíváncsi vagyok, én mert kíváncsi. Ugye hát domináns faj mind a kettő, most jön a toxik. Úristen, már most, már a Discordon már beszélik. Látom, jó, semmi gond. Ők is tudják egymásról, ki kire szavazott, már most. Amúgy, higgyétek el. Tényleg van egy ilyen erősebb, kompetitív cucc, nem baj ez, így izgalmas, tök jó. Igen, de jók mind a ketten, nagyon-nagyon jók. Így van, úgyhogy ma is lesz, tehát akkor 7-től kezdünk mi, és holnap pedig 8-tól lesz majd az ő meccsük, azt is nézzétek, mert jó lesz. Baszom. Nagyon-nagyon baszom. A hét további része, srácok, az ugyanúgy alakul, hogy nyár van, ugye most időzünk a hosszú RPG-kkel, szóval váltakozunk itt Cyberpunk és Final Fantasy között továbbra is, így töltjük a nyarat. A pénteki nap az meg kiderül, mert Janival meg kell beszélnem, meg néhány technikai dolgon is múlik, hogy meg mind csináljuk a dolgokat, mert nem biztos, hogy úgy lesz, hogy most gondolom, ezzel nem akarok erről beszélni. Más egyéb? Én nyitott vagyok, Pisti, amúgy felelem lehet, ugye, hogy te szeretnél. Hát igen, csak na mindegy, igen, az idő az mindig egy érdekes dolog.
Jó van. Így ebből a szempontból. Jó van. Nagyon szépen köszi, srácok, hogy ma itt voltatok. Igen. Legyetek jók. Pesten is. Úgyhogy majd akkor találkozunk, akkor te jössz hánytól? Kettőtől. Most már most van dolgunk mit csinálni, jó. Meg Jani elmondja, milyen volt Budapest. Mármint így Frankon. Igen. Mik voltak ott fenn? Úgyhogy akkor kettőtől jön Pisti, meg majd héttől. Legyetek jók, szevasztok. Szevasztok.